vagy követői voltunk, amikor a kikötő 75. évfordulója volt, akkor megünnepeltük Csepelen is. Az ünneplés előkészítése során derül ki az, hogy a kikötőnek az a felső területe, amiről beszéltem, ahol a repülőtér volt, azt 54-ben nekiadták valamilyen rendelettel Csepel 21. kerületnek, 50 óta tartozunk ugye Budapesthez. Na most az új vezérigazgatóval az APVRT beperelzette a csepeli önkormányzatot, hogy visszaszerezze azt a területet, amelyikről pár szót ejtettem a repülőtér kapcsán. Ebből feszültség alakult ki a kikötő vezeti, most olyat mondok előnöknek, amelyik 5 év, 10 éves vagy 8 éves történet. Feszültség volt és rossz viszony volt, mert a rossz viszony sikerült kioldanunk, vagy kioldanom a vezérigazgató és a polgármester között. Kiderült, hogy a vezérigazgató nem akarta perelni, vele pereltették. A pert elbukta a Mahart, akkor még Mahart volt, erről sem beszéltem. A Mahart elbukta és Csepelé lett az a terület, amit most adtak el 11 milliárdért, 9 millió nettóért, abból most még van 3 milliárd 900 millió, hogy hova ment el a többi, az elég nehéz összeszámolni, de biztos össze tudják számolni. Tehát így ment el ez a terület. Na most, mikor az ünnepséget rendeztük, a régi vezérigazgatóval állapodtunk meg az ünnepség rendezésében, de itt találtam egy urat, aki végezte a felszámolását a csepeli fémműnek, az egyetlen magyar fémváltozati üzemnek, az elsőnek, amelyiknek nincs utódja ma sem, amelynek világszabadalmai voltak a szocializmusban, azt nem megelőzőleg is, és az lett itt már a vezérigazgató helyettes. Akkor már éreztem, hogy valami nem stimmel. Na most ő a vezérigazgató, és megállapodtunk a kerületi vezetőkkel és a kikötő vezetőivel is, hogy mindent megteszünk azért, hogy ne privatizálják a kikötőt, hogy maradjon nemzeti kikötő. Aztán azt vettem észre, hogy már nem lettek olyan harcosak egy-két hét múlva, és kivonultak a buliból. Valószínűleg fölülről kaptak kukát, ezt nem tudom, hogy ne forcírozzuk ezt a kérdést sajtóban, tévében és egyéb szinteken, és kerületi lakossági szinten is, meg városi szinten is. És akkor derült ki, hogy a vezérigazgató elment valahova máshova, akinek külön érdemei vannak és becsülendő dolgokat művelt itt, ez a Laci barátunk, és az állam egy olyan megállapodást kötött a nem Mogültel, melyik az a nagy szállító cég? Naspeddel, annak az utódaival, hogy 75 évre odaadta használatra a kikötőt ennek a cégnek, és lett a kikötő neve Budapesti Szabad Kikötő Logisztikai Központ. És e módon működik most. Ez az időpont 2050 történt. Azt megelőzek, bérlemény volt, az összes olajtelep bérelte 1998-99-ig. Ezt is fizette a kikötőnek a bérleti díjat. Ja, elfettem mondani, a Merkur telepe, én most nem tudom mi van, mert úgy vagy nagyon csöndes, az is bérelte. És akkor mondtam a Somlóvárinak, te mondom, mennyire adtál az erődöd a bérlemény? Mondom, 10 évi bérleti díj, azt hiszem, teljesőnek ügy, és 3 évig adtak el. Tetszik érteni? Hát így lehetett ennyire meggazdagodni a magyar nemzeti vagyonból. Úgyhogy az olajtelepek már nem tartoznak a kikötőhöz. Na most elég mutatós fejlesztést folytat ez a cég, ez a logisztikai központ. Annak bizonyos nyomait majd tetszenek majd látni, hogyha befordulunk a következő bölbe. Míg a régi épületek állag megolvására nem jut elég erő,